Karácsony annak az ünnepe, hogy minden megváltozik. Minden megváltozik. Mert ahol a Messiás megjelenik, ott minden megváltozik. Hogy lehet az, hogy egy kisbaba születése mindent megváltoztat? És legfőképpen, hogy lehet az, hogy egy 2000 évvel ezelőtt született gyermek megváltoztatja az én életemet ma? Hogyan lehetséges ez? Hát az ugye nem titok a legtöbbünk számára, akik gyermeket nevelünk, hogy egy kisbaba érkezése mindent megváltoztat az életünkben. Ezt nem kell túlmagyarázni. De hogyan van az, hogy 2000 évvel ezelőtt született egy gyermek, és ennek a gyermeknek a születése a mai napig kihatással van az életünkre, sőt, az egész emberiség életére? Hát ezt a kérdést fogjuk körbejárni ezen a mai délelőttön. Ahol a Messiás megjelenik, ott minden megváltozik. Ott lehetőségek nyílnak, ott kapuk nyílnak, ahol a Messiás megjelenik, ott tér nyílik a gyógyulásra, a helyreállásra, az újrakezdésre. Mert Isten nem akart bennünket magunkra hagyni. Mert annyira fontosak vagyunk a számára, hogy azt mondta, hogy még hogyha ti úgy is döntöttetek, hogy nincsen közünk egymáshoz, én pedig úgy döntöttem, hogy ragaszkodom hozzátok. És még hogyha teljes szívetekből lázadtok is ellenem, én akkor is itt vagyok, és veletek akarok lenni. És be fogom mutatni nektek, hogy milyen ellenállhatatlan, legyőzhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Erről szól a karácsony. Isten bepillantást enged a szíve mélyébe, és a szíve mélyén az van, ami kezdettől fogva mindig is volt, ami az ember teremtésétől kezdve mindig és folyamatosan ott lakik Isten szívében, hogy mi vagyunk a kedvencei. És ezen még azt sem tud változtatni, hogy rútul megtagadtuk őt, hogy borzasztó módon megszakítottuk vele a kapcsolatot, hogy olyan módon mentünk vele szembe, ami méltatlan, ami fájdalmas, ami szörnyű, de Isten mégis úgy döntött, hogy szeret bennünket, és találkozni akar velünk. És ezért, ahol a Messiás megjelenik, ott minden megváltozik. Azt olvastuk Lukács 2.13-14-ben, hogy és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Tudjátok, hogy miről szól az angyaloknak a harsogó dicsőítése? Nehogy azt gondoljátok, hogy itt ilyen szemérmes angyalkák jöttek, ilyen kis dagiputtók, hanem a mennyei dicsőítő csapat teljes erejével elzengi, beleharsogja a betlehemi éjszakába azt a valóságot, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk. Hogy mi történik azon az éjszakán? Hogy az történik, hogy helyreáll a rend, hogy elkezdődik a mindenség helyreállítása. Hogy helyreáll a rend, mert Istennek az ember dicsőséget fog adni újra. De ez csak úgy történhet meg, hogy Isten pedig kinyilvánítja, hogy békességet akarok veletek. Hogy békét akarok kötni veletek. Hogy elég volt abból, hogy külön élünk egymástól. Hogy elég volt a lázadásból. Hogy elegem van abból, hogy nem lehetek veletek. Hogy nem láthattok engem színről színre. Úgyhogy békességet hirdetek. És azt, amit ti nem tudtatok megtenni, önerőből, jó szándékból, jó akaratból, hogy visszagyertek hozzám, azt én most megteszem azért, mert szeretlek benneteket. És fel fogom áldozni, értetek, a fiamat. Dicsőség Istennek,
Ez úgy valósulhat meg, hogy Isten kinyilvánítja, hogy békesség nektek. Hogy nem akarom a háborúskodást, nem akarom a szétszakítottságot, nem akarok tőletek távol lenni, hanem veletek akarok lenni. Úgyhogy ha bármikor, innentől kezdve felmerül az életed során, hogy tényleg szerete az Isten, hogy tényleg gondoskodik-e rólam, hogy tényleg fontos vagyok-e neki, mert ezek a gondolatok időről időre felmerülnek. Amikor majd újra felmerül, akkor csak gondolj a betlehemi éjszakára, gondolj karácsonyra, hogy Isten azt mondta, hogy békességgel jövök, békét akarok kötni veled, jó akarattal vagyok hozzád, nem akarok haragudni rád, pedig méltó lennél rá, de szeretlek. Ahol a Messiás megjelenik, ott az emberek azt érzik, hogy ők is fontosak. És Isten azt is akarta, hogy minden ember azt érezze, hogy te is fontos vagy. Isten azt akarta, hogy egyszer s mindenkorra tudjuk, higgyük, és gyökerezzünk meg abban, hogy fontosak vagyunk. És talán ez az egyik olyan kérdéskör, amivel az ember általában viaskodik. Gondolj csak a hétköznapjaidra. Tényleg fontos vagyok? Tényleg értékes vagyok? Tényleg jó az, amit csinálok? Annyira kevésszer értékelik azt, amit csinálok. Annyi terhet kell hordoznom. Olyan sok nehézség, olyan sok megvetés, fájdalom, szenvedés ér egy hét alatt. Tényleg én is fontos vagyok? Tényleg én is értékes vagyok? És nézzétek meg Isten, ahogyan néhány héttel ezelőtt beszéltük, hát feltárja a szívét, és azt mondja, hogy gyerekek, az én szívembe mindenki belefér. A megvetettek, a lenézettek, a kis emberek ugyanúgy, mint azok, akik palotában laknak és hatalmasok. A 20. versben ezt olvastuk. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Miért volt nagy a pásztorok öröme? Hát néhány órával korábban pedig a legnagyobb félelem vett erőt rajtuk. Hát azért volt nagy az örömük, mert azt élték át, hogy mindaz, amiről eddig csak hallottak, azok a nagy történetek, amikről a zsinagógában mesélnek, amik valahogy hozzá tartoznak a mi közös kultúrkincsünkhöz, az valahol nagyon távol van. Hogy Gedeonnak megjelenik az angyal, az természetes, hát benne van a Bibliában. Hogy Ábrahámhoz eljönnek az angyalok, az természetes, hát Ábrahám a mi atyánk. Hogy Jákob angyali jelenést lát, természetesen, hát Jákobból lesz Izrael, ami ősatyánk. Na de hogy hozzánk jön az angyal, a lenézettekhez, a megvetettekhez, a kicsikhez, a hétköznapi emberekhez, ez egyáltalán nem volt természetes és magától értetődő a számukra. De Isten azt akarja, hogy tudjuk, és gyökerezzünk meg egyszer s mindenkorra abban az igazságban, hogy fontosak vagyunk Istennek, hogy neki mindenki fontos. Mindenkit meg akar menteni, mindenkit szeret, mindenkit értékesnek tart, máskülönben nem áldozná fel értünk a fiát. Hogyha lesznek beszélgetéseid ezekben a napokban, hogyha leültök asztal közösségben olyanokkal együtt, akiket a legjobban szerettek, akik fontosak a számotokra, és szóba kerül a karácsony, mert az embereket ilyenkor foglalkoztatja ez, akkor oszd meg velük ezt az üzenetet, hogy nem vagy egyedül, hogy fontos vagy, hogy az Isten számára te is fontos vagy. És lehet, hogy először neked kell elmerülnöd ebben az igazságban. Mert lehet, hogy az előző éved, vagy az előző hónapok, azok nem pont erről szóltak. Lehet, hogy neked kell először megerősödnöd abban, hogy ez tényleg igaz.
Lehet, hogy úgy vagy most, hogy mondd még Tamás, hadd halljam, mert annyira kevésszer hallom, hogy tényleg az, aki vagyok, az jó. Hogy az, aki én vagyok, az fontos és értékes. Hát szeretném még egyszer mondani, fontos vagy, értékes vagy. Az Isten szeret. Ahol a Messiás megjelenik, ott az emberek azt érzik, hogy ők is fontosak, márpedig ez ma egy hiánycikk. De mi úgy vagyunk ma itt együtt, mint akik tudjuk ezt az igazságot. Mint akiknek nem kell nélkülöznünk a szeretetet. Akik oda mehetünk ehhez az Istenhez, és azt mondhatjuk neki, hogy Atyám, adj még, szükségem van még a te szeretetedre. Annyi hiányom van, annyi defektem van, annyi fájdalmam van, annyi olyan gondolatom van, amivel nem tudok mit kezdeni. Kérlek, erősíts rá, hogy te szeretsz engem, és fontos vagyok a számodra. Azon a karácsonyi éjszakán, ahol a Messiás megjelent, ott a hívők megerősödtek, és ma is megerősödnek, hogy érdemes bízni Isten ígéreteiben. Képzeljétek el, hogy milyen érzés lehetett Mária számára az ezt megelőző 9 hónap. Mert néhány perc múlva ezt még jobban, még bővebben ki szeretném fejteni. De gondoljatok bele, hogy Mária számára milyen érzés lehetett a szülést megelőző 9 hónap. Nagyon emelkedett pillanatok, és nagyon nagy mélypontok. Emelkedett pillanat, amikor megjelenik az angyal. Wow, benne vagyok Isten tervében! És emlékeztek, hogy beszélgettünk arról, hogy Mária egy olyan fiatal lány volt, aki azt mondta, hogy én itt vagyok, Uram, benne akarok lenni a te tervedben, segíts, hogy be tudjam tölteni azt, amit rám bízol. És Isten meg is ajándékozta őt ezzel. Aztán másik emelkedett pillanat lehetett, amikor József azt mondta, hogy Mária, képzeld el, nekem is megjelent az angyal. Ne haragudj az előző nagy veszekedésért. Nem kellett volna azokat mondanom. Ez is egy emelkedett pillanat lehetett. De aztán emellett ott voltak a szörnyen nagy mélypontok. Amikor a falubeliek olyan szemmel néztek Máriára, hogy azt senkinek nem kívánnánk. Amikor József hazajött a munkából, a melóból, ledobta a cuccát, és azt mondta, hogy Mária, hogy fogjuk ezt kibírni? Hogy lesz ez innentől kezdve most már? Meddig kell még tűrnünk ezeket a megvető pillantásokat, ezeket az oda nem illő félmondatokat, amikkel azt gondolják az emberek, hogy most mondtak valami okosat, hogy most olyan jól megfogták azt a helyzetet, amiben mi vagyunk, és még oda is szúrtak egyet, és akkor ezzel én most mit kezdjek? Ismeritek ezeket a pillanatokat? Hát nekik is kijutott ebből bőven. Nem csak a világ számára volt óriási esemény, hogy Jézus megszületett. Mária számára nem csak egy a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy hát ahogy a nők szülnek, most én is szülök, és itt van, életet adtam az első gyermekünknek. Hanem az abban való teljes megerősödést is jelentette számára az a karácsonyi éjszaka, hogy Istennek igaz. Történhetett volna, mint ahogy ma is tudjuk, hogy 9 hónap alatt nagyon sok minden történhet, és időnként történik is. De Isten hűséges volt az ő ígéretéhez, és Mária 100%-osan megerősödhetett abban, hogy jó az Isten, hogy amit ígér, az be is fogja teljesíteni. És aztán pedig, amikor a szülés fájdalmai és örömei, és a fájdalom teljes öröm után megjelennek a pásztorok, hát akkor ezt az egészet Isten megkoronázza azzal, hogy Mária, figyelj, tényleg a világ megváltóját tartod a karodban.
Mert Isten azok számára, akik szeretik őt és bíznak benne, soha nem hagy kétséget afelől, hogy az ígéreteit be fogja teljesíteni. Legyen ez ma az egyik legfőbb bátorítás a számunkra. Akik szeretik Istent, akik bíznak az ő ígéretében, és várják az ő ígéreteinek a beteljesedését, azokat Isten soha nem hagyja megerősítés nélkül. Soha. Lehet, hogy ezek a megerősítések nem pont akkor jönnek, amikor szeretnéd, vagy akkor, amikor várod. De Isten nem fog kétségek között hagyni. Amit ő megígért, azt meg is fogja tenni. És küldi majd számodra a megerősítéseket. Amikor pedig Mária ezt hallotta, ezt olvastuk. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. Isten szól, megerősít, azt mondja, hogy csak így tovább, veled vagyok, fontos vagy, szeretlek, minden meg fog változni, amikor az én ígéretem beteljesedik. És Mária ezeket újra és újra elrejti a szívében. Amikor néhány nappal később, egész pontosan 8 nappal később felviszik Jeruzsálembe Jézust bemutatni, és ott Simeon és Anna 2 meghatározóan erőteljes proféciát mondanak a gyermek Jézusról, ugyanezt olvassuk Máriáról. Mária pedig ezeket megjegyezte és forgatta. Így működik Isten. Megerősít téged, ad egy üzenetet, rejtsd el a szíved mélyébe, forgasd ott. Mit jelent ez? Hogyan fogja ezt Isten kibontani? Soha nem az a kérdés, hogy ki fogja-e ezt Isten bontani, hanem csak az a kérdés, hogy hogyan és mikor. De várj türelemmel, mert ahol a messiás megjelenik, ott a hívők megerősödnek, hogy érdemes bízni Isten ígéretében. Az utolsó pedig, ami miatt azt mondom nektek, hogy minden megváltozott karácsonykor, és minden megváltozik a mai napig is ott, ahol a messiás megjelenik, az az, hogy ahol a messiás megjelenik, ott a megtört kapcsolatok rendeződni kezdenek. Ahol a messiás megjelenik, ott a megtört kapcsolatok rendeződni kezdenek. És azt hiszem, hogy a megtört kapcsolatokat, az azokkal járó fájdalmat, az át nem aludt éjszakákat, a kisírt szemeket nem kell bemutatnom senkinek, igaz? Hogy van az, hogy nem volt a szálláson számukra hely? Persze, olvasva a Bibliát, meg végighallgatva minden egyes karácsonykor ugyanezt az üzenetet, teljes mértékben hozzászoktunk, hogy hát igen, hát hogy lehetne másképp? Hát az Isten fiának így kellett megszületnie. Isten biztosan így rendezte, hogy még nagyobb legyen a hatása a születésének. Hogy bár palotába várták volna, bár a Ritz Hotelben kellett volna megszületnie, bár a Sándor palotában lett volna a helye, bár a Fehérház lett volna hozzá méltó, de ő mégis az istállóban születik, és a jászol a bölcsője. Persze, hát Isten biztos így tervezte. Nem! Nem így tervezte. Tudott róla persze, de nem ez volt Isten terve. Jó, hát akkor azért kellett így születni, hogy lássuk, hogy mekkora az emberi gonoszság. Így van, ez már egy megközelítően jó magyarázat. Na de hogy van akkor is, hogy nincsen a szálláson számukra hely, mikor József Betlehemből származott? Gondolj a saját szülővárosodra vagy szülőfaludra. Hát azért jó eséllyel élnek még ott rokonok, még hogyha kicsit távoliak is, nem?
Igen, persze, József és Mária talán a szülés közelettének nehézségei miatt nehezebben tették meg ugyanazt a távolságot, mint amit a többiek gyorsabban. Így van. Igen, elfogyott az összes szálláshely, mire odaértek. Így van, erről szól a történet. Na de hogyan van az, hogy József nem tudott oda menni egyetlen rokonához sem, akik ott éltek Betlehemben és vagy környékén? Hogy nem volt senkinek a szívében József rokonsága közül egy embernek sem az, hogy lehet, hogy ide már Izsák beköltözött a feleségével ebbe a szobába, és ki is fizették a szállásdíjat, de nem állítom föl Izsákot és a feleségét azért, hogy egy szülőnőt beköltöztessek ebbe a szobába. Érzékelitek ennek a roppant feszültségét? Hol van József rokonsága? Hol vannak azok a szerettek, akik befogadhatták volna őket? Hol vannak azok a nagyon távoli rokonok, akikhez József bekopoghatott volna, és azt mondhatta volna, hogy a feleségem most fog szülni, csak ne az istállóba tegyük már? Hol vannak ezek a rokonok? Hát ott vannak Betlehemben. Persze az is lehet, hogy addigra József egész családja kipusztult, vagy elköltözött onnan, de az akkori kor viszonyai között nem valószínű. Akkor hol vannak? Ott vannak Betlehemben, a szívükben azzal a gondolattal, hogy Józsefnek nem szabadott volna feleségül venni ezt a megesett lányt. Na ez már egészen közelít a valósághoz, igaz? Hiába vannak ott a rokonok, az van a szívükben, hogy József, én nem fogom magamat tisztátalanná tenni miattad. Hogy mennék én be a betlehemi zsinagógába azok után, hogyha téged befogadlak? Hát a feleséged terhes, és mindenki 9 hónapja arról beszél, hogy nem tőled, József. Meg rebesgetnek valami sztorit az angyalról, meg hogy az Isten fia. Miért van szükség arra, amiről ezt olvastuk a 17.-18. versben? Amikor meglátták őt, tudnélik a pásztorok Jézust, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mert hogy volt, mint csodálkozni. De nem csak úgy, hogy érdekes, amit ezek a pásztorok mondanak. Ilyet még nem hallottunk. Lehet, hogy tényleg ez a kisbaba a messiás. Nem csak ezért volt, mint csodálkozni. Próbáljuk meg egy picit közelíteni a valósághoz azt, ami ott történt 2000 évvel ezelőtt, azon az éjszakán. Ugye már múlt héten is említettem, hogy a kor szokásainak megfelelően garantált, hogy Mária nem egyedül szült az istállóban vagy a barlangban. Az is 100%-ig biztos, hogy nem József vezette le a szülést, és az is biztos, hogy férfiak nem voltak akkor ott bent. A fogadós né, és mindazok, akik ott voltak körülött, és látták, hogy egy nő szülni fog itt nálunk, azok minden bizonnyal ott voltak körülötte. Hát innen adódik, hogy volt ok azt mondani, hogy mindenki elcsodálkozott. Voltak ott emberek. Voltak ott olyanok, akik segítettek levezetni a szülést. És aztán, amikor már bepójálva fekszik Jézus a jászolban, és megjelennek a pásztorok, és elkezd elmenni a híre, hogy itt valami többről van szó, akkor tudjátok, hogy kik csodálkozhattak a leginkább? A kedves rokonok. A kedves, megvető, hitetlen rokonok, akik azt mondták, hogy József, ne haragudj, de itt számotokra nincsen hely. És amikor a pásztorok is jönnek, és megerősítik a hihetetlen angyali jelenésről szóló sztorit, akkor azt mondják, hogy te atya ég,
Mi van, ha Józsefnek mégis igaza van? Mi van akkor, ha mégis mindaz, amit mondtak, igaz? És most a pásztorok azt mondják, hogy egy sereg angyal, több ezer angyal jelentette ki nekik azt, hogy József és Mária fia a messiás. Na ezen volt mit csodálkozni. Ez egy extravagáns üzenet. Ahol a messiás megjelenik, ott a széttört kapcsolatok rendeződni kezdenek. Mert Józsefnek a betlehemi rokonsága egyik ámulatból a másikba esett. Jöttek a pásztorok, aztán vélhetően nem ugyanakkor, de abban az időben megérkeztek a bölcsek is, és emlékeztek, azt beszéltük, hogy ők sem hárman jöttek, egyedül magányosan, vacogva, hanem karavánnal. Tehát ott azon a betlehemi éjszakán először József rokonságának azzal kell szembesülni, hogy a hihetetlen történetet megerősíti Isten a pásztorokon keresztül. Aztán néhány nappal később eljönnek a távol-keleti mágusok, és elmondják ugyanezt az üzenetet. És ez már térdre kellett, hogy kényszerítse József egész rokonságát. Mert Isten nem hagy ott a széttört kapcsolataidban. Mert Istennek fontos volt az, hogy helyre állítsa József és a rokonságának a kapcsolatát. Hogy az nem járja, hogy egy szülő nőt úgy megvetnek, hogy nincsen számára egy szoba, ahol szüljön. Mert az nem járja, hogy a fia istállóban szülessen meg. De hát tudja Isten, hogy ilyenek vagyunk, hogy ilyen az ember. De tudod, a te széttört, vagy megrepet, vagy repedező kapcsolataiddal kapcsolatban ugyanez van Isten szívében. Hogy rád néz, és azt mondja, hogy ez nem járja, hogy te meg ő így legyetek. Hogy te és az, akire most gondolsz, fasírban legyetek. Hogy te és az, akivel úgy érzed, hogy évek vagy évtizedek óta nem működik ez a kapcsolat, hogy ez ne rendeződjön. Mert azt mondja Isten, hogy ahol a messiás megjelenik, ott a széttört kapcsolatok rendeződni kezdenek, és ő erről gondoskodik. Sőt, azt mondja, hogy azért küldöm a fiamat közétek, hogy a széttört kapcsolatok rendeződjenek végre. Hogy a megvetésnek vége legyen, hogy az ítélkezésnek végre vége legyen már. Hogy lássátok úgy egymást, ahogyan én látlak benneteket. Hogy fontosak és értékesek vagytok. Hogy az ígéreteimet beteljesítem rajtatok. Hogy nem akarom, hogy ott maradjatok a rosszul működő, diszfunkcionális, szanaszét töredezett kapcsolataitokban. Ha van ilyened, már pedig úgy sejtem, hogy a legtöbbünknek van olyan, aki most megjelent a szeme előtt. Itt az idő. A messiás megjelent. A messiás 2000 éve arról beszél, hogy a széttört kapcsolatok rendeződni fognak, hogyha én ott vagyok, mondja Jézus. És most is azt mondja. A házasságod a rendeződés útjára léphet, mert a messiás eljött ebbe a világba. Hogy a gyerekeddel való kapcsolatod rendeződni tud, mert a messiás eljött ebbe a világba. Hogy a barátoddal, barátnőddel, kedveseddel, szerelmeddel, munkatársaddal, szomszédoddal, rokonoddal a kapcsolatod a rendeződés útjára léphet. Mert Isten nem akarja, hogy ez így maradjon. Ezen a karácsonyon ezt szeretném a leginkább a szívetekre helyezni. A messiás földre jövetele, az nem egy szép emlék, amit időnként, évről évre, néhány napig megünneplünk,
hogy ilyenkor regélünk egy kicsit a messiásról, meg a kisbabáról, meg a mágusokról. Hú, olyan mesés az egész. Aztán megesszük a karácsonyi ebédet, 27-én, ahogy Ernő mondja, mindennek vége, jöhet a szilveszter, jöhet az új év. Az újévi lelkesedésünk, fogadalmaink kitartanak egészen akár január 3-áig. És aztán megy minden a régiben. Csak hogy Isten 2000 évvel ezelőtt, azon a karácsonyi éjszakán olyat tett, ami miatt minden megváltozott, és ami miatt minden megváltozik, hogyha komolyan veszed azt, hogy ahol a messiás megjelenik, ott az emberek azt érzik, hogy ők is fontosak. Hogy ahol a messiás megjelenik, ott a hívők megerősödnek, hogy Isten ígéretei megbízhatók és igazak. Mert ahol a messiás megjelenik, ott a megtört kapcsolatok rendeződni kezdenek. Ez a karácsony valódi jelentősége, hogy lehetőség nyílt a változásra. Amen. A jegyzet végén találtok három kérdést. Bekuckózva egy takaró alá, egy jó forró csokival, vagy teával, vagy amit szeretsz, gondolkodj el ezen a három kérdésen. Először is gondold át a saját önbecsülésedet. Hol lenne szükséged arra, hogy az Úr megerősítsen abban, hogy fontos és értékes vagy? Kettő. Gondold át a saját hitedet. Vannak vágyaid, amelyekben bizonytalan vagy, hogy Isten teljesíteni fogja-e? Vannak ígéretek, amelyekben már kételkedsz, hogy Isten beteljesíti-e őket? Gondold végig, beszéld meg az Úrral. És három, gondold át a saját kapcsolataidat. Milyen kapcsolataidba kellene behívni a messiást, hogy rendeződni kezdjenek. Gyertek, álljunk fel, és ezért fogunk imádkozni.